Szabó Sándor vagyok, és Tarnabodról jöttem. Hát én nagyon mély pontról jöttem, mert régebben aktív sportoló voltam, boxoltam, és ezt az alvilágban ezt ki is használtam, mert helyi diszkókat, védelmi pénzeket szedtünk, behajtások voltak, nők futtatások, a drogoktól azok kimeríthetetlen, a leggyengébbtől a legkeményebb drogokig adás vétele volt. Akkor 15 éves voltam, amikor volt a legelső nőm, aki bárba dolgozott. Onnan kezdtem is, hát kardokkal, volt éles fegyverek is, és mindig a nagybátyáim voltak a példaképeim, akik az éjszakában, országos szinten is, van, amelyik még mindig ott van, sajnos, hírhettek, de hála legyen Úrnak, hogy bejött az én életembe, és meg tudott változtatni, és hogy itt lehetek, és ezt el tudom nektek mondani. És aki még nem tért, meg tényleg fogadja be az Urat az ő szívébe, mert nagyon-nagyon csodálatos az Úr. Én is ültem Mária Nostrámt majdnem 4 évet, sajnos nem ott fogadtam be az Urat. Utána még kijöttem, utána még rosszabb dolgokat csináltam. 1 éven keresztül, és utána 2009-ben jött el életembe teljesen az Úr, amikor tényleg meg tudtam változni ő által, ő rajta keresztül. Dicsőségre egy Istennek. És a szüleim is megtértek, nagyon nehezen.